rendszerbe hódítom nagy kanizsát. Nagyon jó. Ez a hány megtekintés van TikTokon? Rövid videó! Ujjjjjjjjjjjjjjj! Mennyibe kerül a gumi óvszer? Te Mari, mennyi most a gumi óvszer? Micsoda? Mennyi a koton? A pofon? Mondom, hogy a koton! Ja, az ízesített... Ez ugyanaz a bolt, ahol elbújtam úgy. Milyen érdekes, nem srácok? Ugyanaz a bolt, ahol beszökött 24 órára. Nagyon gyakran jár erre a boltra amúgy. Lehet, hogy a családé? Nem, de is. Csima vagy a mintás? Az ízesített sima vagy a mintás kell? Mindegy. Magának vagy nekem kell? Jó lesz a sima? Mit mond? Micsoda? Sima! Bika? Kirázott a hideg, átment, nincs semmi baj. Ez a videó, ez nem egyszer súgta most a fülembe, hogy meg kell tenned, tesó, meg kell tenned. Az eneba.com egy játékokkal foglalkozó piactér, és több mint 20 000 termékkel rendelkeznek, hogy a játékosok igényeit teljesíteni tudják. Az eneba.com a piacon a legjobb ajánlatot hozza el bármely játék esetében. Legyen az új, vagy régi. Úristen! Tökéletes Trustpilot értékelés! Tehát a játékélményed és a vásárlás is akadálymentes lesz, és megbízhatóak. Az eneba.com-nál az ügyfélnek nem kell aggódni azon, hogy a kód, amit megvesz, működik vagy sem. 024-es élő chat supportot kínálnak neked. Hogyha valami nem működik, akkor kapni fogsz egy újat, ebben biztos lehetsz, tehát nem kell aggódnod, hogyha esetleg valami nem jó. Hé, nem jó a kulcsom? Már is segítenek! Haló, nem jó a kulcsom? Ó, itt egy új neked! Az eneba.com-on nagyon könnyen tudtok vásárolni, gyorsan és olcsón, szóval ajánlom nektek, a leírásban található linkeken eléritek az oldalt. Köszi szépen! Miért kellett egy órával rá később, hogy Zahér kimondta, hogy semmi bajod nincs tőle, még azt is k***ra beazudták, hogy van benne THC meg HHC. Az kemény. Annyi belőle is egy óra. De ezt államilag el lehet rendelni? Hát hogy amíg nem legális, addig... Addig alapvetően nem, de és nem beszélve arról, hogy ezeknek a cuccoknak a jelentős része mondjuk, hát azért a távol-keletről érkezik. Ahol meg a szabályozás... De ez a másik érv, hogy ellenőrizetlen a forrás. Tehát az, hogy nem tudjuk, hogy milyen elegy van benne. De ez nem egy olyan bonyolult, tehát egy ilyen eszköz szétszedve, és amikor ez megjelent, akkor ez 2 évvel ezelőtt is meg lehetett volna nézni, hogy kiszedjük az elegyet, és egy hozzáértő analitikus egy nap alatt meg tudja mondani, hogy miből hány milligram, mikrogram van tulajdonképpen benne, és ma már vannak rá vizsgálatok. Lehet, hogy legalizálnak kéne, hogy jobban kontroll alatt lehessen tartani. Én azt gondolom, hogy attól pillanatok. Egy jó ötlet egy ATV-s riportálnak a szájából. Na ne, azt rohadt. Ez, hogyha nagy dohánygyárak mondjuk elkezdenek ilyeneket is gyártani és forgalmazni, mert rájönnek arra, hogy ugye csökken a cigaretta eladás, csökken a heat not burn-nek az eladása, mert azért, hogy csak 30 000 forint egy eszköz csak a töltet, itt pedig egy 10 000-es puffost megvesz az ember gyakorlatilag mondjuk 10 000 forintért, akkor rájön arra, hát ugye ők is abból élnek, hogy ott a görbének így fölfelé kell mutatni a haszon oldaláról, mert ha ilyen az ennyi, ha meg így lefelé megy, akkor állnak a sarokba. Na hát ez így van. A dohányipar az nem szereti ezeket a dolgokat. Egy töltetben új illegális eszköz terjed a tinédzserek körében. Az elvbár után a pokóbár lett a fekete kereskedelem favoritja. A pokóbár akár 10 000 slukkot is bír. Zahér Gábor toxikológus szerint nem a tiltás az új eszközök visszaszorításának a legjobb módja, felvilágosításra, megelőzésre lenne szükség. Maszkban felfegyverkezve csapnak le a nyomozók az illegális futárra, akinek a kezét ezután hátra bilincselik. A NAV munkatársai tucatnyi dobozt találnak, amelyben illegális elfbár cigarettek vannak. Jaj, ne. Néhány óra alatt az internet segítségével olyan szerekhez juthat bárki, amelyek ehhez a területhez kapcsolódnak. A bűnügyi osztály vezetője szerint ezek a szerek az internetes rendelésekkel még szélesebb körben. Hogy egy szippantást! Terjednek. Az itthon illegális... Látjátok, milyen illegálisak és rosszak ezek? Nézzétek meg, milyen színesek. Ezzel a gyerekeinket akarják meleggé csinálni amúgy az elfbárosok. Elfbárok drogot nem, nikotint viszont tartalmaznak. A kis tartályban lévő folyadékot párologtatja el az eszköz elektromos tekercsek hevítésével. A legújabb szerehez hasonló pokobárnak nevezik. A pokobár bizonyos fajtájba gyárilag kannabinoidot is kevernek, így ezek tulajdonképpen amolyan Z-generációs jointoknak is. Na ez a legunnarítóbb félreinformálása az embereknek. Ilyet mondanak, hogy ez a generációs, a Z-generációs jointok, és ez a HVG a forrás. Úristen! Hogyan? Melyikbe? Egy olyan pokót mutassatok, amiben ez bele van keverve, és ezt így hozták. Komolyan.
Mert az, hogy léteznek THC-s, meg HHC-s vépek, amik eldobhatósok, az igaz. De az, hogy a Poco ilyet gyártana, az fixen nem. Mondta, hogy nincsenek drogok benne, de azt az F-bárra mondta. Kis tekinthetők. Az egyik ilyen fő probléma most. De amúgy meg ezeket nem is nagyon tudnák behozni, vagyis hát így is behozzák őket, de hogyha lenne benne HHC meg THC tartalom, akkor még inkább illegális lenne, mert mindkettő illegális. Most, hogy CBD-ből, ez orvosi marihuána, ebből nem túl bonyolultan előállítható, és Janoncs mondja, enyém belatnok, zsaja volt meg DMT. Szívható, vaporizátor típusú, korábban talán a leginkább az e-cigarettához hasonlító termékbe. Magyarországon az elfbár és a pokobár minden fajtája tiltott, emelte ki az addiktológus. Az általunk megkérdezett egyetemisták közül volt, aki csak hallott a pokobárról, valaki még az sem. Hát, arról annyira nem. Arról nem tudok sok mindent. Az is valami hasonló újfajta dolog, ahogy így nagyjából hallottam róla. Arról nem. Nem hallottunk róla, és én nem. A HVG 360... Nem hallottak róla, hát ez fontos volt bevágni. Információja szerint ugyanakkor egyre népszerűbb, leginkább a középiskolások, vagy a még fiatalabbak körében. A fő baj ezekkel az, hogy a cigaretta hatóanyagának a sokszorosát tartalmazzák... 17 szívás egy cigi? Szinte sosem fogynak ki. Az elfbár 600-3000 sluk után kifogy, a pokobár viszont ennek sokszorosát akár... Na ne, nagyobb akkumulátor van benne, és fel lehet tölteni, és több folyadékot raktak bele. Uáh, ez sokkal rosszabb! 10 000 slukot is bír, márpedig nagyjából 100 sluk egy teljes doboz cigarettának felel meg. Ezt úgy használjuk, hogy folyamatosan szívogatjuk, és mondjuk egy 6-800-as puffot azt elszívjuk egy nap alatt. Ez a... És így rakosgatják mellé a doboz cigiket, de azt nem, abban nem gondolnak bele, hogy amúgy itt ennél a sok doboz ciginél a papírt is elszívod, meg a dohányt is, ami kátrányt rak a tüdődbe. Itt meg nem azt szívod, nem füstöt szívsz, nem... Nyilván ez sem a legjobb dolog, ez egyértelmű, hogy egyik sem egészséges, de hogyha kettő között választanod kéne, akkor sokkal, de sokkal egészségesebb, vagy inkább így fogalmazok, hogy kevésbé káros, mint a rendes cigi. Az elfbár, meg a pokubár is kevésbé káros, mint a rendes cigi. Ez annyit jelent, mint a 24 óra alatt mondjuk 5-6 cigarettát elszívtok volna. Márpedig nagyon nehéz leállni a szippangatással 4-5 sluk után. Az orvos szerint ugyanakkor nem a tiltás a legjobb módszer ezeknek az eszközöknek a visszaszorítására, hanem felvilágosításra levarulvonásenter, mondja Slukkersz. Tyup-tyup. Legjobb, ha egyiket sem szívod. Hát igen, srácok, szívjátok a f... Ezért fog a kender megmenteni minket. Tudtad, hogy van egy növény, amelyből ruhát, kötelet, papírt, szigetelőanyagot és még sokfajta textilt lehet előállítani? Ez kitömásolta vajon a pénzgyárosok? Nem tudom. Nézzük meg. Ah, itt is van. What if I told you that there was a miracle plant? One that had over 25,000 uses from rope to clothes to concrete to medicine. A plant that... Olyan jó lenne a content, hogyha nem másolnák, bazd meg. A cannabis tényleg egy nagyon jó dolog amúgy, meg a kender, szóval approvalom a videót, csak hát sajnos lopott. De ez csak magyarra van fordítva, hát ez nem lopás, hát persze, hogy beírod a ChatGPT-be, csinálja meg helyetted, de ez nem lopás, az csak ihlet. Imádom a Robloxot, meg is tudnék játszani. Ez én, ez konkrétan. Yes vagyok. Egy pillanat. Lego! Ráléptem egy Legóra. A Lego a legrosszabb. Mi az? Hová tűnt a gyerek? Elnyelte a Legó. Te jó ég! Hatalmas és sárga? Lego ember! I love it. You're such a fucking ho. Szükségem van egy Skibidi WC-re, egy hangszóróra és egy TV emberre. Teljes a csapat! Támadjátok meg! Egy pillanat! A Teletubbik az magas kultúra, igen, ehhez képest. Annó is mondták a szüleim, hogy azért a Teletubbik az eléggé gatya, és hogy lehet, hogy ez nem a legjobb, hogyha a gyerek ezt nézi, vágod. És most, tesó! Teletubbit nézhetném bármikor a gyerekemmel, hát ez ezerszer jobb, mint ez. Barátom! Olyan sok mindenem mentünk keresztül együtt! Shocking! Te vagy a... Shape... Szerencse. Jó, ezek a zenék.
Ilyen az, hogy vagy ilyen full OTL. De abban majd chat, basszom a lány. Látom a plázsin az ágyon, basszat az agyad egy újabb álom. Bánom, látom a velem, jó soha nem bánom. Gengedet viszed, nem tudom mire vártak. Felveszek egy újabb kabátot, de látod a gyerek felnő és bámul. Lehet holnap nem a lopásért, hanem az ölésért veszik majd kárul. Elutasítva. Anyám, Jézus, hát az enyém jobb volt. Három gyertyából már az egyik világít. Világít a gyertya, amúgy nem ég, világít. Ah, Istenem. Nem játék. Na ne. Ez nagyon nem játék. Sziasztok, üdvözlök megint mindenkit. Nem bírom. Ez ugyanaz a bolt, igen. Nem, hagyjuk. Hidd, hogy te vagy a király, te faszopó, sirály, karamellás fagyi. Karamellás fagyi. De racsi, odon teső a vesmény, de nem. Útél elbújhat amúgy. For real. Alsós farsangon megy ez. Tőle az é! Nincs biztonságban a gyerek az óvodában, látjátok? Nem a izék mennek az óvodába, a drag queen-nek, hanem a kibaszott tídeni. Arról senki nem beszél! Arról senki! Ha-ha! Óviba banger volt. Hupikék, törpikék. Tesó, ez... Haver, ezeket széthallgattam. Ezt kéne hallgatni. Ez eredeti? Aha. 100 milliónot. Tekveki nyomok. Na jó, hagyom. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon. Ételek százat majd, amit lesz majd elszórjád. De ami, a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be. Kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.